van egy könyv, amit magyarul írtak, igen kicsit könyvnek tartom, Szatmári Sándor nevezetű úr írta, a Gulliver Kazahinkjában. Szeretném neveket emlékeztetni a társágot, hogy Gulliver, amikor ugye a hinek társadalmába elmerült, megpróbálja megérteni, munkám nem ismeri. Oké, de ezért mondom. Ismernék, akkor a felének mondanak. Elmerül a társadalom, akkor rájön arra, hogy itt tenni kell valamit, meg kell ismertetni a híneket a pénzzel. Mert hiszen a pénz nélkül nem lehet csinálni semmit. Ezek a derék hinek, ugye a nap emberei, azok állati buzgó emberek, tehát nem olyanok, amikről mi beszéltünk, hanem borzasztó érdeklődők, tehát azonnal elvezették a jegyzőfizetet, és írták, hogy mit magyaráz a Gulliver a pénzről, hogy a tőke nélkül tulajdonképpen nem lehet csinálni semmit. És a végén befejezte, összecsukta, és azt mondta, hogy hát ez nem érdekes. Hát miért nem érdekes, mondta a Gulliver. Hát én elmondtam az összes tőkemozgást, ezt, azt, amaz, ilyen pénz, olyan pénz, ajándékpénz, kutyavalaza, minden. Miért nem érdekes? De azért, mert maga azt mondta, hogy a munka megkezdésének a feltétele az a pénz. Holott a munka megkezdésének egyetlen feltétele van a munka megkezdése. Pont. Hogyha végig gondoljuk, mi történik egy öregedési folyamatban, akkor ha szerencsénk van, és ha az életünk során ezt megalapoztuk, akkor egy kettős folyamatot látunk kibontakozni. Az egyik az a keserves folyamat, hogy a fiziológiai létünk teljes mértékben lassan-lassan tönkre megy, és eközben az öreg ember tudata kitágul, egyre tágabb és egyre szélesebb lesz, és tudata egyre inkább fog hasonlítani a szellemi világ lényeinek tudatához. Ez az a szellemi alap, amelynek révén a Kóskároly Egyesülés megalapítatott 30 esztendővel ezelőtt. Most végezetül hozzátok fordulok, vándorok. Akkor is, ha itt vagytok, és akkor is, ha nem vagytok itt. Azokhoz is fordulok, akik voltak vándorok, és azokhoz is fordulok, akik most vándorok, és azokhoz is fordulok, akik valaha majd lesznek vándorok, ha lesznek. Ti vagytok a Kóskároly Egyesülés jövőjének letéteményesei. És most Gandalf mester szavait fogom idézni nektek a gyűrűk urából, amelyet Frodohoz intézett. Az egyik mondat így hangzik. Nem örülsz neki, hogy ebben az időben kell élned. Én se örülök. De azt nem tudjuk eldönteni, hogy mikor élünk, mi csak azt tudjuk eldönteni, hogy mi a teendő, ha már itt vagyunk. Ti vagytok a választottak. Ezért arra kérlek benneteket, vándorok. Fogjátok meg egymás kezét, és szerveződjetek össze. Mert Imre azt mondta egyszer, hogy a Kóskároly Egyesülés egy szellemi nagyhatalom. Ti megmerítkeztetek ennek a szellemi nagyhatalomnak a szellemi erőterébe, és így éltétek le az életeteket egész mostanáig. Most pedig feladat van. Feladat van a Kóskároly Egyesülés megújításának a feladata.